Remélem, van nektek előkészítve írnivaló, tehát hogyha lesznek ilyen kérdések, akkor nyugodtan most válaszoljátok, meg mindig adok egy pici időt erre, és akkor menjünk, menjünk át ezeken a dolgokon. Tehát az a jó, hogy a human design-ba um, megvan öt típus, és minden típusnak van, úgy írtam föl hogy not self, meg self, tehát, hogy mikor vagyok önazonos, mikor vagyok én saját magam, és mikor nem vagyok én. Ugye, ez a not self, az azt jelenti, hogy mikor nem vagyok én. Hogyha ezt a két dolgot tudom magamról, akkor tudom azt, hogy mikor veszítek energiát, mikor nem vagyok a jó utamon, és mikor van energiám, mikor kapok energiát természetes módon, mechanikusan, genetika szerint, mikor kapok energiát, és mikor vagyok a jó úton. És ez nagyon-nagyon tud neked abban is segíteni, hogy amikor ugye lerakod, a, lerakod az alapkövét annak, hogy ideális vevő vagy lélekliens, hogy figyeled magadat, hogy mi jelenik meg benned. És ezt szeretném megmutatni neked, hogy melyik típusnak mi van. És azért kezdjük el a notszel fel, tehát mikor nem vagy önmagad, mert ez az első lépés, hogy tudd, hogy mikor nem vagy te. Úgyhogy fent vagy az első kérés hogy az lenne, hogy fölírod magadnak a papírra, hogy milyen típus vagy. Amúgy elárulom nektek, hogy készítettem ezeket mind, amit itt látok, ez egy munkafüzet és a munkafizetet megkaphatod ajándékba. Csak nem szerettem volna a workshop előtt, hogy ne legyünk ilyen lapozósok, és szerettelek volna egy ilyen, tehát egy ilyen csere dologra megkérni, hogyha kapok egy véleményt, egy referenciát a workshop után, megkapod a munkafizetet, azt hiszem 19 20 oldalas a munkafizetet, tehát akkor gyönyörűen el tudod magadnak rakni, le tudod rakni. Hogy csak ezt így most ilyen margóra írva mondom, vagy margóra mondva mondom, hogy megkaphatod a munkafizetet, de most akkor is létszi, dolgozzál a szövegekkel, oké? Okay? Tehát, hogy leírod magadnak, hogy meg human típus vagy, human design típus vagy, és akkor kezdjük a projektorral. Mit érez egy projektor, amikor legkevésbé önmaga? A projektor keserűséget érez, illetve értelmetlenséget érez. És hogyha te most projektor vagy, akkor mindenképpen ugye írd be magadnak azt, hogy mikor nem vagy önmagad, amikor keserűséget érzel, illetve amikor ilyen értelmetlen, ugye, nincs értelme, ez az az érzés van a projektornak. És ugye van ott egy kérdés, amit látok, ez minden típusnak ugyanaz, hogy mi az, ami pont-pont-pont okoz. Tehát mi az, ami keserűséget okoz? Mi az, ami értelmetlenséget okoz? És most ez ved, ved, arra a témára, ugye, ami nekünk most téma, hogy az ideális vevő megtalálása, lélekkliens megtalálása, vagy a vállalkozás. De ezt ugyanúgy használhatjátok majd a vagyonépítésre, párkapcsolatra, bármire. Nagyon-nagyon-nagyon kulcsfontosságú kérdések ezek, úgyhogy ha megkapjátok a sajátotokat, hogy mi a nem önmagad részed, hogy ezzel tényleg dolgozni tudtok. Tehát, hogyha projektor vagy, mi az, ami keserűséget okoz a vállalkozásodban? Mi az, ami értelmetlenséget okoz a pénzkeresésedben? Ugye, mi az, ami értelmetlen számodra? És nagyon-nagyon fontos, értékes információk érkeznek, úgyhogy mindenképpen érd le. A generátor, mit érez egy generátor, amikor legkevésbé önmaga, Frusztrációt és elégedetlenséget. Tehát, hogyha generátor vagy, akkor szíves írd ezt magadnak, hogy frusztráció és elégedetlenség. És kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami frusztrációt okoz, mi az, ami miatt én elégedetlen vagyok, miben vagyok elégedetlen, miért vagyok én frusztrált, hol estem én csapdába. Tehát a generátornak a frusztráció a not-self illetve ugye amikor nem ő önmaga. A manifestáló generátornál szintén a frusztráció van, és a dű. A manifestáló generátor, ő egy mistűp, egy, hogy mondják ezt magyarul, tehát egy kevert típus a generátor és a manifestor között, ezért neki kettő van. A manifestáló generátor, az MG, ahogy szoktam őket mondani, frusztráció és dű. Mi az, ami frusztrációt okoz abban, hogy megtaláld az ideális kliensedet? Vagy mi az, ami frusztrációt okoz a vállalkozásodban, vagy a vállalkozás kezdésében, a vállalkozás indításában? Mi az, ami dühít az avatárírásban? Mi az, ami dühít a pénzkeresésben, vagy a pénzteremtésben? Tehát a frusztráció és a düh. A reflektor a csalódás. A reflektor, amikor nem önmaga, akkor ő csalódik. A csalódás érzése. Mi az, ami csalódást okoz? Mikor vagy csalódott? A reflektornak a csalódás. Hol csaptad be magadat, és hol hagyod magadat becsapni? Reflektorból nagyon-nagyon kevés van, Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy van -e itt egy reflektor, de nagyon, nagyon kevés van, 1 a lakosságnak reflektor. Nekik a csalódás. És akit kihagytam, melyik is volt az a manifestor, azt hiszem, akiről még nem beszéltem, a manifestornak meg a dű. Mi az, ami dühöt okoz? Mi tesz téged dühössé? Miért vagy dühös? Mi az, amit nem tudsz elengedni? Tehát itt ezekre a kérdésekre légy szíves, válaszoljatok, keresétek meg ugye, ugye a témák most az ideális vevő megtalálása, vagy veheted azt is nagy kategóriának, hogy vállalkozás, ugye? Mert fejlesztjük ezzel a vállalkozásunkat, hogyha a helyes a megfelelő embereket megtaláljuk. Úgyhogy válaszoljatok kérlek ezekre a kérdésekre. Főleg az utolsó érdekel, ugye, hogy mi az, ami neked frusztrációt okoz, Hogyha készen vagytok, nyugodtan írjatok egy százast a csetbe, hogy tudjam, hogy készen vagytok vele. Tehát, hogyha ezeket leírjuk, nagyon gyorsan rájövünk arra, hogy hol dolgozunk magunk ellen. És tisztánlátást is kapunk. A tisztánlátás az mindig győz. És most el is tudom azt mondani nektek, hogy a, a pénz az nem más, mint az életerőnek az energiája. Tehát lehetne azt írni, hogy pénz egyenlő az életerő energiájával. És az életerünk nem lehet magas, hogyha esetleg. Frusztráltak vagyunk, csalódottak vagyunk, keserűek vagyunk, nem találjuk meg az értelmet. Tehát mindig, amikor így érzed magadat, hogy frusztrált vagy, csalódott vagy, keserűséget érzel, értelmetlen az egész, dühös vagy, akkor tudd, hogy nem vagy önmagad. Letérsz arról az útról, de ez mondjuk nagyon jó, is visszacsatolt téged, hogyha tudod, hogy mikor nem vagy önmagad, és észreveszed, én is észreveszem, mikor érzem ezt a keserűséget, mikor valami értelmetlen. De akkor tudok kurzust, hogy mondják ezt, hogy tehát hogy be tudom magamat utána a jó útra húzni, tehát kurzust tudok változtatni. Ugye, mint amikor a hajóval, ugye rosszra van programozva a hajó, és utána megtekered a kormányt, és egy másik útra tudod magadat venni. Tehát mindig, amikor így érzed magadat, mindegy, hogy a vállalkozásodban, kapcsolatodban, a klienseiddel, a pénzteremtésnél, a gyerekeiddel, mindegy. Ami rajta van neked a te not-self oldaladon, attól függ, hogy, hogy milyen típus vagy. Mindig, ha így érzed magadat, akkor tudd, hogy nem a jó úton vagy. Tehát cserét kell csinálnod, vagy hogy lehet ezt magyarul szebben mondani. Tehát ilyen, igen, az utat meg kell változtatni. És ez gyönyörűen vezet minket, ugye ez olyan, mint egy iránytű. És az az első, amit fel kell ismerni. És ez egy energetikai játék, játék időzőjelben. <laughs> ugye ez, ez, mind energia, mert amikor frusztrált vagyok, teljesen más energia van. Amikor én projektorként ilyen keserűség érzésem van, és értelmetlen, hogy értelmetlen ezt megcsinálni meg, akkor olyan undorító energiám tud lenni, de minden típusnak, amikor mi ezt a not-self energiába benne vagyunk. Ez a többieknek ez büdös. Ez az energia, ugye, amikor frusztráltak vagyunk, vagy dühösek, ez ilyen. Euh, tudjátok, vannak ilyen illatok, ami ugye vagy vonz, vannak aki afrodiziákon, mert mi a cucc, amitől ilyen begerjedsz, még így, vonz ez az illat, meg vannak olyan bűzök, amiktől így, úristen, ez így elijedsz, és, és nem mész oda. Tehát ez ugyanez, amikor a nagyszerbe benne vagyunk, a nem önmagunk vagyunk, amikor frusztráltak, dühösek, és mondjuk, és csalódottak, és nem tudom mi, de mindenkinek ugye a sajátjára kell figyelni. Tehát más, amikor egy projektor dühös, és más, amikor egy projektor értelmetlenek, lát valamit, vagy, vagy bármelyik más típus. Tehát amikor benne vagy, undorítóvá válunk a többiek számára, nem vagyunk vonzók. És hogyha nem vagyunk vonzók, akkor szerintem nem is tudjuk azokat az embereket vonzani, akiket szeretnénk, mert az, akinek én vagyok itt leszületve, akinek én tudok a legtöbbet adni, átadni, ugyanúgy te, akinek te a legtöbbet tudsz átadni, ugye ez is ilyen kémiai, energetikai játék, ez egy kémiai anyag, ugye ez egy biokémiai folyamat, ami benned elindul azáltal, hogy frusztrált vagy, csalódott vagy bármi vagy, vagy épp a másik oldal, amire mindjárt átérünk, és azokat az embereket vonzuk be, akik oda kompatibilisek. De hogyha én mondjuk frusztrált vagyok egész alatt ez a keserűség, vagy a ke meg vagyok keseredve, meg értelmetlen az egész, meg mi a szarnak csináljam, ebbe az energiába vagyok benne, most nem fogom bevonzani azokat, akiket tényleg szeretnék, és utána csodálkozunk, hogy nem azok az emberek jönnek. Úgyhogy itt nagyon-nagyon őszintén kell magunknak tükröt tartani, és nem és semmi baj azzal, hogyha észreveszünk a tükörbe, hogy milyen játékot játszunk, vagy milyen szerepeket játszunk, de az a fontos, hogy vegyük észre, hogy mikor vagyunk ugye önmagunk, és mikor nem vagyunk önmagunk. És mindig, amikor nem vagyunk önmagunk, akkor ez ugye ö, tükörben meglátjuk magunkat, és tudunk rajta változtatni. De nagyon fontos. Mert addig, amíg esetleg, ö, tehát nem esetleg, addig, amíg ezt játszod és teszed és cselekeded, addig nem fogod azokat az embereket elérni, akikkel álom lenne a munka, és akik tök jól megfizetnek. Most január van, és lekötöttem egy szerződést, és már most megvan a tavalyi, amit kerestem, tavalyi bevétel, most januárban is hanyadika van, nem is tudom, 14 vagy így. Tehát teoretikusan már nem is kéne nekem programokat kiírni, mert megvan a tavalyi bevételem. De persze, hogy fogom csinálni, csak, és ez ez a német vállalkozásom, amit négy hónapig szüneteltettem. És most semmi hirdetést nem csináltam. Semmit. Tehát ez az, amikor ugye így magától megtörténnek a dolgok, magától, rajtam keresztül, tehát magamon keresztül történik a dolog. És ez ugyanúgy veled is ugyanúgy van. Tehát az univerzális törvények nem nekem vannak, hanem az univerzális törvények univerzálisan mindenkinek vannak. Csak ugye, hogyha nem ismerjük esetleg a dolgokat, vagy a kódokat, vagy még nem... Tehát egyszerűen nem tudjuk ezeket a dolgokat. Haló, én pár évvel ezelőtt én se tudtam ezeket a dolgokat. Intuitív jól csináltam sok mindent, sok mindent elszartam, elrontottam, de amikor tudjuk ezeket a dolgokat, ugye, akkor tudatossá válik. Úgyhogy ö, szerintem ez annyira, annyira fontos, és annyira jó, és rekordsebességre tud téged kapcsolni. Kvantum lépésekkel tudsz előre menni, amikor ezekre így rá... Tehát így fény derül, ugye, amikor tisztán fogsz ott látni, amikor tisztán látsz. Úgyhogy energetikai játék, ezt mondtam, és akkor most térjünk rá a második oldalra. Na, itt van nektek benne, ez hát benne van a munkafüzetben is, és akkor térjünk rá arra a második lépésre, hogy mikor vagy a te saját erődben. És ezt találtam még, ezt a amíg így keresgettem a dolgokat, ezt a idézetet találtam, amit mondtam már párszor, hogy nem számít, mit tapasztaltál, eljön az a pont, amikor igent kell mondanod magadnak. És most itt van az idő, vagy itt a lehetőség, hogy igent mondunk magunknak, és tudnunk kell, hogy oké, okay, mikor tudok magamnak igent mondani. És ez a selfnek a információja, az információja, ugye, amikor önmagunk vagyunk. És akkor nézzünk most erre is rá, ugye itt szintén ugyanazt a human design típust veszed, és hogy mikor vagy önmagad. A, nézzük akkor a projektornál, ugye az elején a projektornál az volt, hogy keserűség és értelmetlenség. A projektornál a self, az önmaga, a siker. Amikor ő sikeresnek érzi magát, és a sikernek egy édes íze van. Ez nagyon-nagyon érdekes. Hogyha projektor vagy, figyeld meg magadat, hogy amikor sikeresnek érzed magadat, akkor ilyen édes íz van benned. Tehát mikor édes valami, Úgyhogy a projektornak a siker, a kitejesedés. Mikor érzed a, a sikeresnek, mondjuk, hogyha ezt a témát veszük, hogy vállalkozás, mikor érzed magadat sikeresnek? Mi vezet a sikerhez? És ez a kérdés, hogy mi vezet a sikerhez? És utána olyan dolgokat írsz föl, ugye, ami majd megérkezik benned erre a kérdésre. A reflektornál a meglepetés, ugye a reflektornál volt a csalódottság. Amikor egy reflektor csalódott, akkor nem jó, tehát nem önmaga. A reflektor akkor önmaga, amikor meglepetésbe van része. Tehát mi az, ami meglepetést okoz? Mi vezet meglepetéshez? Hogyan szeretnéd magadat meglepni, és mivel és kivel és hogyan? A generátornak az elégedettség. Ugye volt a frusztráció, elégedetlenség, és a generátornak most az elégedettség. Mi vezet elégedettséghez? Mikor vagy elégedett? Mi az, amivel elégedetlennél? És ami még a generátornál fontos, és az elégedettséghez tartozik, ez a szexi. Ezt, ezt nem tudom jobban leforítani. A generátor az elégedettséggel a generátornak a szexuális energiára is gondolunk itt amikor elégedett vagy, kielégedett vagy, vagy hogy mondják ezt magyarul? Kielégített, igen, kielégített, tehát most szexuális értelembe is, és átvitt értelembe is érte, értjük ezt a generátornál. A generátornak uh, sok testiségre is van szüksége, hogy jól tudjon működni. Tehát mi most magunk között, hogy itt vagyunk, tudnám mondani, vállalkozásnak az egyik tipje generátornak, hogy jó sok szex, de minőségi, tehát nem akármilyen testiség, hanem minőségi. Ugye csak azért, mert szexem van, vagy hogy mondják ezt magyarul szebben, tehát csak azért, mert szeretkezem, nem biztos, hogy az egy minőségi aktus. Fontos az, hogy milyen minőségben legyen. Tehát a generátornál ez az elégedettség, ez egy testi érzés is, ez a kielégedettség érzése, amikor uh, ki vagy elégülve, mikor érzed magadat így, így teljesnek, hogy hú, ez az elégedettség érzés, hogy mikor valami szexi, mi vezet ahhoz, hogy azt mondod rá, hogy szexi, mi lenne szexi a vállalkozásodban, mi lenne szexi abban, hogy ki a lélek feled? tehát nyugodtan belemehetsz ebbe az energiába, mert ebbe az energiába van benne egy generátor, ha jól működik. Aztán a manifestor, neki a belső béke, neki a legmagasabb frekvenciája, ugye, mert amikor önmagunk vagyunk, akkor az a legmagasabb frekvenciánk, amit el tudunk érni, a manifestornak a belső béke és a csend. Tehát ugye ő dühös, de az a, akkor nem önmaga. Amikor ő önmaga, az a belső béke és a csend állapota mi vezet téged a belső békéhez? Tehát, hogyha manifestor vagy, kérdezd meg magadat, mi vezet a belső békéhez a vállalkozásomban? Mikor érzem a csendet, vagy a belső békét az ideális vevő megtalálásánál, vagy a, vagy a lélekliensemnél? Mikor érzed ezt? És akkor jönnek gondolatok, jönnek érzések, jönnek információk, mert a helyes kérdést tesszük meg. Jó, igen, elméből, tehát ugye elméből, tehát jönnek a gondolatok, és kimondjuk őket, de ez a testen keresztül érkezik. Aztán kihattam most ki. Aja, ah, igen, a manifestáló generátor ma az elégedettség szintén. A manifestáló generátornál ott is lehet a belső béke és az elégedettség, ugye ő mert a generátor-manifestor között van, tehát akkor az elégedettség, Neki is fontos a, a szexualitás, de nem annyira, mint a generátornak. A generátornak lételeme az egy motor a szexualitás, a manifestáló generátornak már nem annyira, nem olyan erős százalékban. Persze ez mindenkinek fontos a testiség, de a generátornak egy, egy, egy lételem. Tehát, hogyha a generátornak nem jól működik a vállalkozása, akkor érdemes azon a területen körülnézni hogy mi van a szexualitásban, mennyire kielégedett az intim kapcsolata, van-e ott egy partner, aki kielégíti, és minőségében elégítik egymást a partnerek. Úgyhogy a manifestáló generátornak ugye volt az elégedettség, mi vezet elégedettséghez, mi az, amivel elégedetlennél a vállalkozásodban, és ezekre a dolgokra légy szíves, válaszolj el, mert ez fényévekre tud téged előrevinni, mert nagyon fontos. Most gyorsan benézek a csetbe, amíg írtok. Most volt itt egy kérdés a Human Design-nal. Én nem kaptam fényképet. A Messengerre tudod küldeni nekem, jó, hogyha segítségre van szükséged. Manifestáló generátor MG, szuper, megvan, nagyon jó. Na, akkor megvan az is. Nagyon jó. még belenéznék a csetbe, hogy mik vagytok. Generátor, Emese, ránézek, ránézek, jó, elég nekem a, a csártod is, mert igen, végül is az MG is egy generátor, és a generátornak egy ilyen plusz al típusa az a különbség közöttük, és ott elég hamar rájössz, hogy melyik vagy, a manifestáló generátor az a típus, aki értózatosan sokoldalú. Tehát addig, amíg a generátor egy dologba akar mélyre, 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 még többet, még többet, még többet, egy gen a generátor egy témában marha mély tapasztalatot, tudást tud szerezni, és elégedett azzal, hogy ebbe az egy témában fú, milyen expert vagyok. Nálam a férjem egy generátor, tehát ő abszolút expert abba a témában, hogy pénzügyek, meg textlin, meg befektetések, minden. És a MG, az a különbség, ugye, hogy az MG meg nagyon-nagyon-nagyon sok oldalú, rengeteg témában van, uh, tapasztalata, nagyon sok képzést csinál, és uh, olyan, mint egy méhecske, ami virágról virágra száll, gyűjtögeti az információkat, és ő ezt szereti, és meg is hallna az unalomba, ha egy dologgal kellene foglalkozni. És a generátor nagyon-nagyon hosszú távon um, kitartó tud lenni, a manifestáló generátoron nagyon fontos, hogy hogy ilyen változatos legyen az élete. Tehát nyolc órát egy dolgot csinálni a manifesztáló generátorba belehal, mert ugye unalmas, meg csináljuk már valami mást, kell egy kis mozgás, úgyhogy ez a nagy különbség. Úgyhogy ö, így is megtudod a különbséget, de mindenképpen szóljál nekem privát külön még egyszer a workshop után, és ránézek, hogy mi az, ami ott félre volt neked írva, vagy hogy miért egyszer így, mert egyszer úgy volt írva, oké? Okay? Megnézzük, nagyon örülök neki. Jól van, akkor most kész vagyunk ezzel a kettővel. Nyugodtan írjátok be, hogy mit szóltok hozzá, milyen információhoz jutottatok, illetve nem is az információ a lényeg, ugye, hanem a tisztánlátás. Hogy tisztábban lássál, még tisztábban lássál önmagadról, és persze, hogyha önmagaddal tisztában vagy, akkor tisztáb, tisztában fogod látni a környezetet, a világot, az életet, az embereket, mindent. Úgyhogy nyugodtan adjatok nekem vissza feedbacket, és akkor megyünk is tovább, hogy még több dolgot tudjunk meg önmagunkról, és most jön majd ez az astrocsárt, most fog majd közben ránézek az órára is, hogy azért ellenőrizzem, hogy hol vagyunk, van a 12, nagyon szuper. Odaíratjátok a csetbe is, hogy ettől 10 mennyire tisztábban láttok, mennyire volt értékes az az információ, nagyon ütős, igen. És ugye neked is már megvolt hajnalka az élettérkép elemzése, tehát már sokkal többet benne vagy ugye a matériában, de nem szabad elfelejtünk, vissza kell mindig menni az alapokhoz hogy én évek óta csinálom már ezt, hogy bele vagyok mélyedve a human designba, de az alapokhoz mindig vissza kell menni, tehát hogy nem szabad elfelejtenünk a, az alapokat, ezzel naponta foglalkozunk, ugye, amikor így észrevesszük, már magunktól észrevesszük, hogy á, megint frusztrált vagyok, vagy, ó, már megint dühös vagyok, már. megint ezt a keserűséget érzem, tehát az a fontos, hogy vegyük észre, és használjuk, egész idő alatt használjuk, amikor már, nem, amikor már nem tudatossá válik, hanem annyira tudatalattiba belemegy, hogy saját magadat. Ugye, amikor autót vezetsz, én, én nézem már, hogy most miket kapcsolgatok ott, és totál komfortosan utazom olyan hőmérséklettel, amit szeretek, úgy van a széken belül, egyszerűen nem is veszem észre, és tíz másodperc alatt az autó már olyan állapotban van, ahogy én szoktam utazni, mert nem veszük észre, és az a szép a, dologban, amikor már olyan sokat használod ezt a dolgot, hogy totál tudatalattiba már bele tud menni. És észreveszem, mint egy ilyen kis riasztó, amikor, fú, már megint keserűség. Nekem inkább ez az értelmetlen. Amikor valami értelmetlen, akkor tudom, hogy, ú, azt akkor mi van? Aki, hogy lehet ez sikeres? Mikor érzem magamat sikeresnek? Hol van ez az értelem? Mi mindenben az értelmet keresem. Ha valami értelmetlen, engem az nem érdekel. A zavar. Tehát még egy, még egy főzésnek is értelmesnek kell lenni, mert egyszerűen minden más az úgy zavar. És úgy észreveszed magadat, és ezt a irányváltást meg tudod gyönyörűen csinálni, anélkül, hogy most. Gondolkodnod kell ilyen cseklistába, hogy, oké, okay, most ez vagyok, így nem működöm jól, ilyenkor vagyok önmagam. Ettől 10-15, ah, nagyon szuper. Rem teljesen igaz, ami a not-self jellemzőket illeti, igen. De gondolom akkor az is igaz, ami a self, ugye? Tehát, amikor önmagad vagy. És az a fura, hogy sokan így, hát most csalódottak, mondjam azt, tehát nagyon sokszor um, azt is szoktam hallani, hogy ja, csak ennyi lenne? Tehát, hogy mintha csalódottak lennénk, hogy ilyen egyszerű lenne? Hogy igen. Szerintem a legtöbb dolog a világban egyszerű, csak ugye bonyolultá van nekünk téve, hogy hát ugye ahhoz, hogy manipuláljanak, meg az orrunknál fogva vezessenek, az egész emberiséget, ahhoz ugye meg kell komplikálni a dolgokat. Tehát azért sok ember nem is fektet be, mert komplikált, az befektetés közben nem komplikált nem komplikált a befektetés, ha tudod, hogy mit csinálsz. és hogy uh, ugye ez is, hogy most például a nagyon sok manifestáló generátor van itt, tehát hogy ugye, hogy nektek ez a, ez a frusztráltság, hogy igen, hogy elég azt tudni, te nem kell minden érzésednél figyelni, amikor negatív, mert egyetlen érzés van, ami alapérzés, mint hogyha ez lenne a forrás, és minden más érzés, érzelem, nem érzés, hanem érzelem, hogy minden más érzelem ezután van. Ugye? Tehát a frusztráltságnak rengeteg más al érzelme lehet. De hogyha tudom, hogy erre kell csak koncentrálnom, hogy ez a frusztráltság érzés, és akkor utána persze megfigyelek arra, hogy mikor vagyok elégedett. Vagy én például mikor érzem ezt a, mikor érzem ezt a sikerérzést. Ez a kettő információ elég. És nagyon sok végig gondolja, hogy jaj, csak ennyi, csak nem kell többre figyelni, meg nem, nem, nem komplikáltabb, nem komplikáltabb, és az a szép benne, hogy egyszerű. És nagyon sokszor az egyszerű dolgok a legjobbak. Nekem a human a benne van, az egyszerűség. Tehát én az embereket egyszerűségre is ö, ö, megtanítom. Tehát, hogy ez is az egyik vonzási pontom, hogy komplikált dolgokat egyszerűvé teszem és sokkal több ember tudja használni, mert egyszerű. A sok megtagadtam, hogy próbáltam egybeolvasztani, csonkoltam magam ezek alapján. Na, na! Főleg, hogyha ugye máshogy vagyunk nevelve, vagy ugye máshogy vagyunk, máshogy kondicionálnak minket, Ugye ebbe a társadalomba, ami teljesítményre van totál fokuszálva, a generátoroknak mondom azt, hogy nem azt mondom, hogy ez az iskola rendszer marha jó, de egy generátor kibírja az iskolai rendszert. A generátor nem törik esetleg annyira bele, mondjuk attól függ ugye, hogy milyen tanárai voltak, de egy projektor, reflektor meg a manifestáló generátornak se vicces, manifestornak sem mert olyanná változtatnak minket, hogy ez akkor legyen ez a, hogy üljél egy helyen, csináld meg ezt a dolgot, ugye, és hogyha te manifestáló generátor vagy, és pont ez a sokoldalúság érdekel, és nem bírsz egy helyen ülni, meg egy projektor, most hogy egy projektor már másfél órán keresztül gyerekként egy helyen ülni, és figyeljen oda rá, ez nem működik. És ugye, hogyha minket kondicionálnak, akkor bepréselnek minket egy skatujába, és utána nem is tudjuk már, hogy miért vagyunk mi rosszul, miért nincs annyi pénzünk, miért nem találjuk a helyünket, mert nem tudjuk megélni a valódi önmagunkat. És az, amit így a human designon keresztül én megtapasztaltam, hogy mindenki egyedi tud lenni. Tehát a human design nem beskatujáz, és nem arról van szó, hogy öt típus van csak, és mindenkit öt típusnak, ez az utolsó része a human design pontosan az egyediséget akarja megmutatni, hogy te egyedi, egyedi vagy, különálló, egyetlen egy darab van belőled, és minden human design csart olyan egyedi, mint az új lenyomatod. Egyetlen van belőle, nincs még egy ember a világon, akinek ugyanaz a csártya, mint neked. Ugye ez gyönyörű, tehát hogy nem, nem arról szól. Tehát ugye, hogyha mi sokoldalúak vagyunk, és be vagyunk préselve évekig, vagy úgy vagyunk nevelve. Én egy generátor és egy manifestáló generátor szülőknek a gyereke vagyok és belém nevelték azt, hogy tegyek, csináljak, csináljak, teljesítmény, 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 eredmény, eredmény. Pörögtem, mint egy generátor évekig. És utána ugye ez a keserűségézés volt benne, meg ez az értelmetlen az az egész. Nem akarok élni, így nem akarok élni. Értelmetlennek találtam az egészet, amíg aztán saját magam azért úgy rájöttem, még semmi human design nem volt, de rájöttem arra, hogy hogy ez nem lehet az. És megpróbáltam fölvállalni magamat. Ez volt, amikor 19 sel kimentem egy hátizsákkal, és akkor azt csináltam, amit éreztem, hogy nekem ez jó. És én akkor még nem tudtam, hogy én a helyes dolgokat csinálom, de ugye az a kondicionálás, ez nagyon-nagyon minket be tud nyomni egy olyan szerepbe, amik nem mi vagyunk. És ez egy óriási felszabadulás, amikor rájössz arra, hogy, hú, hát én nem is ilyen vagyok. És ez a kettő dolog, ez a not-self, meg a self, ez őrül gyorsan téged egy nagyon-nagyon szép útra tud vinni, ami abszolút felszabadító érzés. Örülök az egyszerűsítésnek, túlbonyolítjuk az életünket. Na-ná! Na. Majdnem belehaltál a suliba. Fú, hallod? Erről is lehetne beszélni, ugye? Ja. Ezért, és nekem az egyik vízióm, én ugye szeretnék egy új iskolát egy új iskola, nem hogy rendszer, de egy új iskolát, én az életiskoláját szeretném, és higgyétek el, hogy a Human Design, ez az első eszköz, amit bevezetek, hogy a tanárok és a Human Design coach tudja a szülőket támogatni abban, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy már nem kondicionáljuk őket, hanem megengedjük azok legyenek, akik ők. Ez az én abszolút, abszolút, e ezt szeretném. Úgyhogy nekem ezért kell az a pár millió, hogy ezt meg tudjam tenni. Nem azért, hogy legyen egy ötödik jakton meg ilyenek, tehát az, az nem érdekel. Oké, menjünk tovább, mert én nagyon-nagyon sok mindent hoztam nektek. Tehát ugye itt látjátok még egyszer ezt az öt darabot, ez is benne lesz a munkafüzetbe, és meglátjátok, most itt egyben meglátjátok az egészet, hogy hogy van ez, ezt tudjátok használni, ki lehet rakni a falra, hogy ne felejtsétek el, illetve a partneretek gyerekeknél, ugye? Gyerekeknél is nagyon fontos, hogy hogyan nevelek, ez is egy alap-alap információ, ami már a gyerekekhez is Hozzá kell.